Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió Weekend című kulturális magazinját látják november 25-én pénteken. Nézzük, mi lesz a mai adásunkba. Díjnyertes plakátokat készített a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 3 diákja, akik közül ketten hamarosan itt lesznek velünk a stúdióban. Pályer Gyula késkészítőnél járt stábunk, majd egy Tisza Bercerről írt különleges kötetet mutatunk be Önöknek. Meghosszabbították a Kálai Gyűjtemény Fegyvert, Svítész című időszaki kiállítását. Játékkérdésünk is ehhez kapcsolódik majd. Meddig látható a tárlat a gyűjteményben? A válaszokat a Kölcsei Televízió erről szóló Facebook posztja alá várjuk kommentben. A helyes megfejtést beküldők közül pedig egy valaki páros belépőt nyerhet a Cinema Citybe. Tartsanak velünk, kezdünk! Díjnyertes plakátokat készítettek a nyíregyházi művészetes diákok a Német Testvérváros Iserlohn plakát pályázatára. A téma ezúttal is elég nehéz, de aktuális volt. Minden embernek vannak jogai? Ez volt a kérdés. Vendégeim Ladányi Laura és Hete Máté, a nyíregyházi művészeti szakgimnázium 13-os diákjai. Sziasztok! Mondhatjuk, hogy a nyerő páros, de igazándiból ugye külön dolgoztatok, viszont hát tényleg fantasztikus eredményt értetek el. Hát maga a kérdésfeltevés, ugye azt gondolom, hogy már egy érdekes kérdés, és hogy aztán utána hogy indul el egy művészeti szakgimnáziumba járó diáknak az agya, azt nem tudom, hogy lehet ezt így elmesélni, hogy van egy pályázat, és akkor mondjuk elolvassátok, és elkezdtek rajta így törpölni, hogy mit is lehet ebből kihozni? Hogy volt ez ebben a pályázatban? Hát én személy szerint szeretem egyébként ezeket a pályázatokat az utolsó pillanatra hagyni, mert ugye akkor az az adrenalin, hogy mindjárt vége van, akkor az úgy jobban serkenti az agyamat arra, hogy gondolkozzak, de persze már előtte is ugye nagyon sokat így a fejembe volt, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, de igazából szeretem így a végén, és akkor így jön egy iklet, és megcsinálom, és elküldöm, és kész lesz. És akkor már nem agyalsz rajta, igen, hogy milyen, hanem igen, már nem kell túl gondolni csak. Uh-huh. Tehát ez tulajdonképpen egy fajta improvizáció, vagy rögtönzés, vagy pedig egy ilyen azonnali kielégülése a fantáziának, hogyha lehet ezt mondani. Nálad hogy volt? Nálam szinte inkább a fordítottja történt, mivel én már előre, amikor már kihirdették a pályázatot, akkor elkezdtem agyalni, na, mit is kellene beadnunk, milyen ötleteket tudnék felhozni, tanárokkal konzultáltam, hogy akkor mit is csináljunk, és persze ugye már jöttek az ötletek, több verziót készítettünk, és a végén majd kiválasztottuk a végleges verziót, amit beküldöttünk. Na, egy picit arról meséltek, hogy hogy kerültetek a művészeti szakgimnáziumba, egyáltalán a művészet vonzása, mikor jelentkezett az életetekben, és mikor dőlt el, hogy valószínűleg ez lesz a hivatásotok is. Hát igazából már kisgyerekkorom óta tudtam, hogy művészettel akarok foglalkozni. Én Kárpátaljáról származom, már most, hogy 5. éve itt vagyok Nyíregyházán, mindenféleképpen Magyarországon szerettem volna tanulni a művészetet, és amint ide érkeztem 9. koromban, nagyon elvarázsolt ez az iskola, és úgy éreztem, hogy otthonra találtam, és a környezetem is nagyon jól fogadott mindenkivel, szinte ezzel én féltem, hogy az osztálytársaim és a tanárok nem fognak befogadni, viszont nagyon jó kedves volt mindenki velem, és így egymásra találtunk, főleg így az év végére. Hol születtél egyébként? Kisdobronyban. Talán, hogyha úgy mondom, hogy Ungvár, a város környék nincs messze tőle. Ez egy picike falu, bocsánat. Én azt gondolom, hogy itt azért nagyon jellemző, hogy szeretettel fogadjuk akár a kárpátaljai, akár az Erdélyből érkező magyar diákokat, és nagyon jól fogalmaztad, de a művészeti olyan, mint egy elvarázsolt kastély. Igen. Én magam is járok oda pedagógusként, és akkor azt látom, hogy tényleg, amikor az ember belecsöppen, olyan, mint egy mékas, és különböző, hát nagyon alternatív arcok jönnek, de valaki hangszerrel jön, valaki nem tudom, sportcuccal, táncos, tehát ott tényleg egy ilyen, mint egy kohó, a művészet, igen, kohója, és akkor teljesen. Ti ott növekedtek. És te hogy kerültél ide? Hát én is már kisebb koromban szerettem egyébként ezzel foglalkozni, általánosban is rajzszakkörökre jártam, meg ott is mondták a tanáraim, hogy eléggé van ez egy érzékem. Aztán a nővérem 3 évvel idősebb, és ő találta egyébként ezt az iskolát, ő is itt végzett, és hát igazából így ugye
nem egyedül jöttem a városba, tehát hogy már volt itt valaki, aki tudott segíteni, és így arra jutottunk, hogy kipróbálom én is, és nagyon-nagyon megszerettem, tehát szerintem ez a életem egyik legjobb döntése volt, hogy én ide jöttem. Na, ez most már ilyen családi hagyomány, igen. Ezt látok, hogy művészetisek lesztek. Kicsit kanyarodjunk vissza a kérdésre, hogy vajon vannak minden embernek jogai? Mit akartatok kidomborítani ebben a pályázatban? Személy szerint én igazából az ellentetjét, hogy tényleg nincsenek jogaink. Mint a pályázaton is láttuk a képemen, a kezek teljesen meg voltak kötözve, nincsen szabad akarata az embereknek. Nincsen szabad szólásuk semmilyen téren, akár itt megemlíthetjük ugye a háborút, akár a rasszizmust, a nők elnyomását és egyebek. Tehát akkor tulajdonképpen az, hogy van, az csak egy illúzió, így és van. Szeretünk ebben tetszelegni, hogy bármire képesek lehetünk, de mégiscsak kötve van a kezünk. A te koncepciód mi volt? Én a szólásszabadságot dolgoztam fel, mert én is nagyon szeretek írni és olvasni, és ezért számomra az, hogy valaki kifejezhesse a véleményét szavakon keresztül, az nagyon fontos. És ez volt az alapkoncepció. Több dolog is eszembe jutott, ugye, hogy mit lehetne feldolgozni, de ez volt, ami a legközelebb áll hozzám. Azt gondolom, talán a művészet mindig is egy picit próbálta ezeket a korlátokat ledönteni, még akkor is, amikor elnyomásba került. Most egy hirtelen József Attila jutott eszembe, hogy én nem fogom be pörös számat, a tudásnak teszek panaszt. Tehát bár ugye sok esetben tényleg csak ilyen szamizdat formában lehetett akár az irodalmat, akár a képzőművészetet a szabadság szószólójaként használni, de azért valahol mégiscsak optimizmusra ad reményt az, hogy például ezt egyáltalán megalkothatjátok, tehát nektek, mint felnövekvő embereknek még, vagy diákoknak van lehetőségetek arra, hogy véleményt mondjatok, és addig, ameddig azért még ez megvan, addig azt gondolom, hogy azért van remény arra, hogy a világ lehet egy kicsit jobb hely, mint amilyen most. Mi a terv? Mert oké, most még van egy év, és azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz akár a művészetből megélni, akár pedig betörni mondjuk egy olyan fórumra, ahol akár mondjuk meg lehet belőle élni. Nem tudom, hogy ez mennyire ellentmondásos. Igazából ez az év után szeretnék mindenképpen felvitelezni Budapesten a Képzőművészeti Egyetem restaurátor szakára. Igazából úgy gondolom, hogy ez lenne az a szak, ami hozzám legközelebb áll. És eszméletlenül fontosnak tartom azt, hogy a régi alkotásokat mindenképpen meg kell őriznünk az örökké valóságnak, és ezt tartom mindenképp szem előtt. Hát sok sikert hozzá! Köszönöm! Számomra még egy kicsit kérdéses egyébként, hogy hova tovább, mert a grafikát is, ugye én grafika szakon vagyok, azt is nagyon megszerettem, de nem vagyok abban biztos, hogy én hivatásszerűen szeretnék ezzel foglalkozni. Ez még így kialakul majd szerintem. Én úgy vagyok, hogy most csinálom azt, ami jelenleg van, ugye, hogy ezt az évet befejezzem, és akkor utána, amit hoz majd az élet igazából. Hát igen, gondolom, hogy egyébként kedvenc technikátok, vagy amit nagyon szerettek, mondjuk, amivel a legszívesebben foglalkoztok most, az mi? Én digitálisan szeretek nagyon dolgozni, mert ugye, szóval nálunk a hagyományos technikákat is kipróbáljuk, mint a linómetszés, vagy a részkarc, de én a digitális módot jobban szeretem, mint a Photoshopot vagy az Illustrátort használni. Na, igazából nálam most is egy kihívás volt a plakádnál, mert teljesen más eszközöket használtam, mint a manuális technikákat, mint például itt értek, hogy a olaj, akár akvarell, most teljesen átfordultam én is a digitális technikákhoz, mint a Photoshop vagy az Illustrátor, és itt is egyfajta kihívás volt nekem most ezt a plakátot véghez vinni, mivel a két évvel ezelőtti plakátpályázatra kézzel készített manuális technikával alkalmaztam a munkámat. Hát na, szívből gratulálunk, azért ezt elmondjuk, hogy Máté első lett, Laura negyedik, illetve hát még Masa Vince is részt vett a pályázaton, ő pedig ötödik helyezést ért el, úgyhogy a felkészítő tanárotok pedig Endre Szágnes volt, úgyhogy neki is innen üzenjük, hogy gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk rátok, és további sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.
Kedves nézők, a következő bejátszásunkban is egy alkotót mutatunk be önöknek. Pályer Gyula Kovács, népi iparművész, nem szakmaként, hanem életformaként tekint a késkészítésre. Elmondása szerint az ősi fortét és a modern technológiát ötvözi munkáiban. Nekem élelmiszerbolti vegyes kereskedő a eredeti szakmám. 26 évesen jutott eszembe, hogy kovács leszek. Fölkeltem, és akkor édesanyámnak mondtam, hogy anyai kovács leszek. Azt mondta, hogy hülye vagy, fiam. És aztán elmentem Tisza Eszlára, Vajda László kovácshoz, Laci bácsihoz, és gyakorlatilag 2 éven keresztül nála voltam tanuló inas, és akkor kitanultam a szakmát. Ennek már lassan 20. éve. Az, hogy az ember kezek közül egy rideg-hideg fémből, egy számomra, meg nagyon sok ember számára is gyakorlatilag egy élő anyag keletkezik. A tűz, a kalapács, ez egy így ki tudja adni az ember magából azt, amit érez. Én nekem ez egy kifejezési formám. Úgy mondom, ugye egy faluban úgy mérték a falut, hogy volt a falunak, ugye most polgármesternek hívjuk, akkor másképp volt, akkor bíró volt, a tanító, a pap, és akkor ott volt valahol a kovács is. Tehát ha valami fontos hírek volt, vagy valami, akkor rengeteg ember összegyűlt a kovács műhelybe. Ott cserélt gazdára áru, hírek, információ, minden, amit el tudunk képzelni. Ez egy nyüzsgő központ volt egy faluban, egy kovács műhely. Ugyanígy, mint mondjuk a malom. Az is egy nyüzsgő központ volt. Azt lehet érezni, amit egy géppel gyártott dologban nem, nincs benne az ember. Tehát nincs mögötte az a lélek, amit én minden egyes kalapácsütésre beleteszek. Vagy mondjuk egy kézzel készült süteménybe a nagyi beletesz. Tehát egész más. És ezt még értékelik az emberek és keresik. És én szerintem ennek jövője van ennek a szakmának. Kinézetben is nagyon sok változás van, meg itt, amit nem látszik, az a lényeg igazából. Itt a szövetszerkezetnek a tömörödése minden kalapácsütéssel sokkal sűrűbb, sokkal keményebb lesz az anyag tőle, és gyakorlatilag ettől értartóbb, ettől másabb igazán. Tehát, hogyha ugyanúgy, ahogy a régi kardokat is készítették például kovácsolással, hogy a súlyelosztása más. Mondjuk egy konyhai késnek, amit egy szakács használ, és folyamatosan minden nap dolgozik vele, nem mindegy, hogy milyen a súlyelosztása. Én nem mondom, hogy a gyári kések nem jók, mások. Azért hordunk kötényt, mert így sokkal csinosabbak vagyunk. Ugye, hogy balkezes vagy, igaz? Igen. Akkor bal kézzel megfogod itt fent. Igen. Nem kell egész megfojtani a kalapácsot, így 3/4-nél. Igen. És akkor jobb kézzel, meg alul. Aha. És ezekkel a mozdulatokkal ide be kell húzni a másik hónunk alá. Ide? Igen. És így ezekkel a mozdulatokkal ütök. Úgy. Azaz. Ez több... Így van. A ritmust azt én adom. Ez egy több ezer éves technika. Így lehet a legpontosabban és a legerősebben ütni. Felváltva? Felváltva, így van. Jöhet. Oda a vasra. Azaz. Ó, mintha mindig ezt csinálnak. Mindig oda, hova én ütöm. Jó? Legelőször is tudni kell azt, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogy mi az a funkció, mi az a közeg, ahol azt a kést fogjuk használni. Ami most kést elkészítettünk, ez igazából egy hagyományőrző, ilyen, úgy mondjuk, ilyen túlélő erdőjárókés. Ennek olyan acélt választunk, én szénacéllal dolgozok legtöbbször, azt szeretem, sokkal értartóbb, meg egy hagyományos. Tehát több ezer éven keresztül szénacélt használtak az emberek. Ki kell választani az anyagot.
Tehát kell egy anyagválasztás, hogy milyen anyagot használok. Én erre mindig új anyagot szoktam használni, ez egy 56-es, 7-es minőségű acél. Ezt gondolom a nézőknek sokat nem mond, nálunk ez szakmában fontos. És ezt az acélt használom általában ezekhez a típusú késekhez. Utána, miután ki van válaszol az acél, akkor egy munkadarabot, ugye először is a legfontosabb eszköz a kovásnak, a kovástűz, megmelegítem. A következő fontos dolog az üllők. Üllő és a kézi szerszámok kalapácsok. Ezzel a típusú acélon 1100-1200 fokról kezdem a kovácsolást. Tehát van egy kovácsolási hőmérséklet minden acélnak. Ezt úgy határozzuk meg, hogy a legmagasabb ponttól, tehát a legmagasabb hőmérséklettől a legalacsonyabbig. Tehát ennek olyan 850-900 fok környéke az, amikor én abba hagyom a kovácsolást. Utána már, ha ütök is rá, az csak ilyen egy gyengető ütés szokott lenni. De a kovácsolást abba kell hagyni, mert szövetszerkezet alcsolódás következik be az anyagban. Lekovácsoltuk, kikovácsoltuk az anyagot, lehőkezeltük, ugye itt lehetett látni ott a hőkezelés folyamatát, ott olyan 850 fok környékére melegítettem a kovács tűzbe az anyagot, és akkor hidegen, utána a hideg 60 fokos olajban le kell hűteni. Lehűtöttük, aztán megpucoltuk, és akkor jött egy nagyon pici. Én így szeretek játszani a színekkel, és ezt itt egy műveletet föl szoktam cserélni, így jött utána a köszörülés. És a köszörülés után, amikor már megadtuk neki a formáját a késnek, megadtuk az élszöget, akkor utána jön a megeresztés. Ugye a megeresztés az azért kell, mert elértünk egy szövetszerkezetet, egy keménységet, viszont az nekünk még rideg, az még kemény, az még törhet, és így gyakorlatilag a megeresztéssel elérjük azt, hogy az anyagnak a jó tulajdonságait hozzuk ki, így konyhanyelvvel elfordítva. Amikor ezzel megvagyunk, akkor utána jöhet az élezés. A lamaszkolás egy nagy varázslat a kovácsolásba. Úgy is mondhatnánk, hogy az egy ilyen a kés készítésben, az egy ilyen kuriózumnak számít manapság, ez már több ezer éves technológia. A lényeg az, hogy több minőségű acélt kovácsolnak össze, tüzihegesztése. Ennek a szakmai része az, hogy fölmelegítjük, összerakjuk az anyagokat, és hegesztési hőmérsékletre, az 1310 fok környékén van, és arra fölmelegítjük, és nyomóütésekkel összekovácsoljuk az anyagot. Ilyenkor egy kohéziós kötés jön létre az anyagok között, összetapadnak gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy ífeggesztésnél. És akkor ezt többféle mintázat létezik, már tényleg olyanokat kitalálnak, hogy létra, meg csepp, meg mindenféle nagyon gyönyörű dolgokat tudnak a kovácsok ezzel csinálni. És akkor folyamatos hajtogatás vagy csavarás, és mindig unnuntalan ez a tűzi engesztés. És akkor kapunk egy olyan acélt, aminek nagyon szép a mintázata, viszont ez az én meglátásom, saját véleményem, hogy a mai anyagok már vannak olyan minőségű acélok, amik jobbak. De régen ezt javításból, hogy följavítsák az acélokat. Azért használták ezt a technológiát. Nekem nagyon sok megrendelőm van, aki civil, tehát úgy szakácsok is, de én inkább ilyen munkakéseket készítek. Tehát ilyen erdőjáráshoz bushcraftnak hívják mostanság, gyakorlatilag egy túrázó kések, amiket csinálok. De emellett baltákkal is foglalkozom, készítek bőrös szerszámokat, fafaragó szerszámokat, nagyon sok rétű a munkám. Tehát díszmunkát szoktam még vállalni, kerítések, korlátok, ami jön. Nem hagyhatjuk elveszni a múltunkat, kell valami lábnyomot hagynunk magunk után, mielőtt mi magunk is emlékké válunk. Ez a gondolat ihlette és motiválta Száraz Lászlóné Margót az írásra. Az Én Bercelem című több mint 700 oldalas könyv bemutatóján Tisza Bercelen járt stábunk.
Néhány éve a tanári pályáról nyugdíjba vonult Tisza Bercelen Száraz Lászlóné. Kezdetben otthoni kézi munkával, tűgoblány készítéssel töltötte az időt, ez azonban kevésnek bizonyult. Folyamatosan érett a gondolat Margóban, hogy bemutassa szeretett kisközségét. Ez végül egy több mint 700 oldalas könyv formájában valósult meg, amely hosszas kutató munkát igényelt. Régóta dédelgettem ezt a gondolatot, hogy a falunk történetét jó lenne megörökíteni, hogy az utókor számára is maradjon egy lábnyomunk újmondva, és miután nyugdíjba jöttem, egyre inkább élelődött ez a gondolat, és végül is megtalált ez a feladat, és elkezdtem anyag után járni, megyei könyvtár, levéltárba jártam nagyon sokat, aztán különböző újságokból, régi dokumentumokból, jegyzetekből, tudományos munkákból végül is kellett hozzá egy 6 év, amíg ez az anyag összeállt. Ez nem jelenti azt, hogy állandóan dolgoztam rajta, hanem közben volt család, meg munka, meg egyebek, úgyhogy most tavaszra jött össze az anyag. Egész amatőr módon dolgoztam, tehát semmiféle helytörténeti tudománnyal nem rendelkezem, tehát ez egy teljesen amatőr munka, úgy, ahogy én elképzeltem. A címe azért is ez, hogy az én Bercelem, tehát hogy egy ilyen sajátos nézőpontból az én szemüvegemen, szemön keresztül próbálom Bercel múltját, jelenét és jövőjét bemutatni. Egész a kezdetektől rengeteg anyag volt, ami rendelkezésemre állt, és ezekből kellett szelektálni, válogatni, mi fontos, mi kevésbé. Végül is minden fontos, minden egyes ember, minden egyes esemény, ami a faluban történt, de valahol kellett húzni egy határvonalat, hogy valahol meg kellett ezzel a dologgal állni. Nagy örömmel dolgoztam rajta. Úgyis, hogy keresgettem, hogy hol az ő betű a gépen, nem, tehát amatőr felhasználó vagyok, tehát ez is egy kicsit zavarta a munkát. Nagyon sok segítőtársam volt, akiket most itt el kell mondani, név szerint ugyan nem, de a Berceli Napló munkatársai, régi kollégák, akik biztattak, hogy készüljön el ez az anyag, és ezúton is köszönöm nekik, hogy most itt lehetünk. Úgy indultam el a könyvvel, hogy az általánostól az egyediig, tehát minden témát előbb egy általánosságban próbáltam a nézők vagy az olvasók elé tárni, egy kicsit van ilyen ismeretterjesztés jellege is, vagy feleleveníteni a régi ismereteiket, mert hiszen Bercelről mi nagyon sokat tudunk. És sorra vettem a témákat, a Tisza, a régi település részek, hogyan alakult ki gazdálkodása, különböző kulturális rendezvények, úgyhogy Tisza, téglagyár, szakiskola, egyházak története, községháza, faluház történet. Tehát mindent igyekeztem úgy átölelni, legyen a sport, civil szervezetek, régi szólások, amik Bercelre jellemző dolgok. Tehát így azért összejött elég szépen is. Utána, amikor megvolt az anyag, nem volt szívem, hogy bármit is kihúzzak belőle, úgyhogy ezért lett ilyen terjedelmes. De arra gondoltam most, hogy jönnek a hosszú téli esték, és akinek van rá affinitása, az hozzákezdhet, és vagy kikeresi a számára fontosabb részeket. Nagyon sok embert igyekeztem név szerint is megemlíteni. Egyszerű köznapi falusi embereket, akiket én mindig nagyon becsültem, tiszteltem, hiszen itt munkából élt mindenki, a TSZ-ből, állattartásból, tehát nem volt lehetőség a könnyű életre, és valahol ez is benne van a történetben, a régi embereknek a régi történetei. A könyv első jegyzete 2016. szeptember 8-án készült el, végleges formája pedig különböző fejezetekre és történetekre tagolódik. Szó esik benne megyénk legrégebbi gőzerőmű szivattyú telepéről, amely 1983-ban műemléki védettséget kapott, valamint a mellette álló különleges, föld alatti rókatorokkal összekapcsolt 42 méter magas falazott téglakéméről is. A sok érdekes témából maga a szerző is nehezen választ kedvencet. Talán a falusi élet témakör, ami konkrét, tehát a falu történetét viszi végig, és azon nagyon jó volt úgy végighaladni, hogy emberi arcokat bemutatni. Van egy ilyen területe is a könyvnek, hogy arcképcsarnok, tehát bemutatni embereket úgy kicsit közelebbről, a munkásságukat, az egyszerűségüket, a nagyszerűségüket,
Úgyhogy talán ez a rész, ami konkrétan az emberekről szól. Mert ugye van a Tiszáról, van a TS-ről, de itt igazán az emberekről szól ez a falusi élet, hogy hogyan éltek régen, hogyan küzdöttek a mindennapjaikban. Én ezt láttam is már úgy gyerekszemmel is, meg már 6 évtizeden keresztül, úgyhogy ez a rész úgy nagyon kedves a szívemnek, de akár a sport, vagy említhetni, vagy a Tiszáról szóló rész, vagy a Tiszabelceli rendezvényekről, aminek nagy híre volt, meg reméljük, hogy lesz is. Még mi kezdtük anno 20 évvel ezelőtt Tiszaparti halászléfőző fesztiválokat, amelyek többnaposak voltak, rengeteg embert megmozgatott, akár távolról is, és ezek mindig nagy események voltak, és hát részese is voltam, mint egy civil szervezet vezetője, úgyhogy azt mondhatnám, hogy a Tisza az feladatot adott nekünk, meg örömet, meg mindenféle jót, és ez a mai napig is így van. Minden kiadvány fontos, amely egy településsel kapcsolatban megjelenik. A hétfőn bemutatott könyv a történelem kezdetétől átfogóan enged betekintést a változásokba. Erre nem csak a szerző és a helybeliek büszkék, hanem az önkormányzat is. Ezért örömmel támogatta a könyv 100 példányos kiadását. Elsősorban anyagilag tudja támogatni, bár a jelenlegi helyzetünk az nem tette lehetővé, hogy teljesen úgy, ahogy mi szerettük volna odálljunk a könyv mögé, de egy olyan összeggel tudtuk támogatni a könyvet, ami azt gondolom, hogy segítség volt ahhoz, hogy meg tudjon jelenni egy ilyen példányszámban, egy ilyen kis példányszámban. Tudjuk, hogy minél kisebb egy példányszám, nyilván annál drágább ez a könyv. Hozzájárult az önkormányzathoz ehhez a megjelenéshez, de én azt hiszem, hogy a következő megjelenéshez is tudunk majd hasonló segítséget adni, mert azt tudjuk és látjuk, hogy van igény erre a könyvre, hiszen már elfogytak a meglévő példányok. A könyv egyik különlegessége a borító, amely kihajtva egy teljes panoráma képet láttat a településről, a református templom tornyából. Ez a vége a Weekend első részének. A hírek előtt megismétlem a mai adás játékkérdését. A Kölcsei Televízió erről szóló Facebook posztja alá várjuk a válaszokat arra a kérdésre, hogy meddig tart a Kálai gyűjtemény Fegyvert Svitész című kiállítása. Maradjanak velünk, erről a kiállításról lesz szó a híradó után. Köszöntöm Önöket, folytatódik a Weekend. Több mint 2 héttel meghosszabbították a Kálai gyűjtemény Fegyvert Svitész című kiállítását. A tárlathoz különleges foglalkozásokat is szervezett a múzeum. Vendégem Dajka Ágot, a Kálai gyűjtemény múzeumpedagógusa, és Dankó László, a Honvéd Suli program vezetője. Sziasztok, jó estét! Jó estét! És nem is jöttetek üres kézzel, csupa olyan különleges erekjével, amivel tulajdonképpen ugye a gyerekek is megismerkedhetnek testközelből. Mondom azt, hogy gyerekek, de egyébként nyilván nem akarom bekategorizálni, mert talán a múzeum foglalkozásra elsősorban a gyerekeket várjátok, de talán még élnek olyan nagyszülők vagy dédszülők, akik mondjuk azért konkrét emlékekkel is rendelkeznek azon tárgyakról, amelyek most ott fellelhetőek. Egy picit azért beszélgessünk magáról a tárlatnak a sikeréről, hogy látjátok, hogy összegzed ágota. Szerencsére óriási sikerrel megy a kiállításunk. Itt a szabadságharcaink fegyvereivel ismerkedhetnek a gyerekek, és felnőttek is természetesen. A 16. századtól a 19. századig találhatók a gyűjteménybe Kulcsán Róbert magángyűjtő gyűjteményében tárgyak. És ezt akartuk egy kicsit tovább vinni, és további fegyverekkel megismertetni a gyerekeket, első-második világháborús emlékeket bemutatni, és egészen a későbbi korok fegyvereit is bemutatni. Ebben volt segítségünk a Honvéd Suli és a honvédség is, és több ilyen napot, ilyen tematikus napot is tervezünk, amikor nem csak mindent a szemnek, hanem mindent a kéznek napot hirdetünk, és meg lehet tapintani is, ki lehet próbálni majd ezeket a fegyvereket. Néhány nap ilyen csak sajnos, viszont erre regisztrációt kérünk majd a csoportoktól, a felületeinken várjuk majd a osztályok, tanulócsoportok és akár magánszemélyek jelentkezését is. Azt esetleg el is tudjuk mondani, hogy mely napokról van szó? Igen, a következő alkalom az november 29-e lesz, utána pedig december 13, amikor várjuk a
tematikus napunkra a jelentkezőket. Lucca napja lesz ugye december 13-a, hát akkor még mindenki el tudja dönteni, hogy a kettő közül melyik, vagy akár aki mondjuk megfertőződik nagyon a fegyvereknek a szeretetével, az akár ismételhet is. Kedves László, hát akkor egy kicsit így beszélgessünk itt ezekről a dolgokról, meg talán arról, hogy milyen, mert ugye nyilván a gyerekek azok, főleg a fiúk szinte természetesen vonzódnak a fegyverekhez. Van egy olyan életkor, amikor mindenki puskát meg kardot szeretne, aztán megoszlanak a szülők. Valaki azt mondja, hogy nem, mert hogy ezzel az erőszakosságát növelem, mások pedig úgy gondolják, hogy hasznos, hogy esetleg kiéljék azokat a rejtett agressziókat, amit azért keretek között ki lehet élni. Mi a szakmai hozzáállás mondjuk ennek vonatkozásában? Én azt gondolom, hogy 11 éve foglalkozunk az ifjúság hazafi és honvédelmi nevelésével, civilként, szabadidős tevékenység formájában ezekkel a dolgokkal. Elődeink a múltunk nagy eseményeivel, a katonai eseményeivel. Az első, amire reflektálnék, ez a gyerek és fegyver kategória, hogy mi is ez igazándiból. Én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem a fegyver a hibás, hanem az a személy, aki mögötte áll. Tehát a fegyver az nem azért van, hogy öljön, a fegyver magától nem fog ilyen dolgokat tenni. Tehát azok a politikum esetleg, vagy azok az embereknek hiteltelenül a kezébe kerül fegyver, azok. Tehát én azt gondolom, hogy a fegyver a katonák életéhez, a szabadságharcainkhoz, a forradalmainkhoz, a hazánk védelméhez szükséges olyan eszköz, amelyiknek az ismerete, amelyiktől való nem félelem, hanem félelem, az egy nagyon fontos dolog. A gyerekeknek meg kell tudni ismerkedni, hiszen ahogy elhangzott, a legkisebb gyerek is egyből egy faágban is pisztolyt vél felfedezni, és akkor azzal fog rohangálni. Én azt gondolom, hogy a szülőknek, illetve egyáltalán azoknak, akik ezt fordítva látják, ezt a kvázi rózsaszínben tartjuk a világot, ezt kicsikét nyitottabban kellene kezelni, mert nem a fegyver a probléma. A fegyvereket meg kell tudni ismerni, és ha megismeri a gyerek, onnantól kezdve el tudja azt dönteni, hogy ő szeretne akár katonai pályára lépni ezen az úton, vagy egyszerűen ez csak egy érdekes volt, akár technikai, akár mechanikai eszközként tekint a fegyverre, a működését ismeri, és akkor innentől kezdve vége annak pályának, vagy annak az útnak. Egyébként tényleg az jutott eszembe, ugye, hogy amikor kitört az ukrán-orosz konfliktus, akkor még a szakértők is azt mondták, hogy valahogy ugye mindenki egy olyan illúzióban élt, vagy egy olyan hitben, hogy ilyen háború már nem történhet meg velünk ebben a században, és aztán ugye sokakban felmerült a kérdés, hogy tényleg mondjuk egy olyan fiatal, aki nem volt már katona, vagy évtizedekkel ezelőtt volt, vajon mit kezd a fegyverekkel, és gyakorlatilag a civil lakosság azzal a félelemmel kezdett élni, hogy tényleg mi történne, hogyha holnap fegyvert kellene fogni, gyakorlatilag ugye teljesen tudatlanok vagyunk pontosan, ebben a pontosan, témában. Pontosan, tehát azt tudjuk, hogy a alaptörvényünk alapértelmében az első sarkalatos pont ugye, hogy minden 18. életévét betöltött magyar férfinak, nőnek a haza fegyveres védelme kötelezettsége. Tehát innentől kezdve azért elég érdekes, hogyha egy magasabb minősítésbe kerül a magyar állam bárki által, vagy bármilyen oknál fogva. Mozgósítást rendelnek el, onnantól kezdve hadköteles mindenki, tehát azért, mert a sorkatonai szolgált jelen pillanatban szüneteltetve van tartósan, az még nem jelenti azt, hogy a hadkötelezettség is szüneteltetve van. A hadkötelezettség az egy folyamatos megfoghatatlan fogalomkörbe tartozik addig a pillanatig, amíg el nem rendelik a bevonulást, és akkor onnantól kezdve tényleg egy olyan sok érheti a ifjúságot, a nemzetet, hogy most be kell vonulni, de hogy? Tehát, és akkor mi lesz? Mit csinálok én ott? Éneklek? Táncolok? Műsort vezetek? Pontosan. Vagy esetleg fegyvert fogok? Igen, hát azt gondolom, hogy egy egész estés beszélgetés témája is lehetne ez. A honvédsuli mit tud egyébként a gyerekeknek megmutatni? A honvédsuli igazándiból élményszerűen próbáljuk megmutatni, illetve nem próbáljuk, hanem 11 éve élményszerűen mutatjuk meg a katonai értékeket, a katonai értékeken keresztül azt a emberi
értéket, ami a rendhez, a fegyelemhez, a bajtársiassághoz köthető, megismerhetik az első világháború, illetve 1848-tól egészen 1956-ig azt a katonai múltat, sőt még utána is egy kicsit a néphadsereg idejét, tehát a Kádárkor idejét is, azt már nem hagyományőrzésként, hanem egyfajta néphadsereges nosztalgia, mert nagyon sok ember ugye az elmúlt rendszerben szocializálódott ugye a katonasságra, a néphadseregen belül, és nagyon-nagyon sok embert érdekel még annak a múltbeli értékei, erekjéi, amik vannak. Tehát ebben a spektrumban szólítjuk meg a gyerekeket a történelem ismerete iránt, illetve az eszközök, felszerelések, fegyverzetek iránt, illetve a modern kor, vannak lézereszközeink, van mindenféle érdekes dolog, nyári táborokat szervezünk, ami alapján ugye élménypedagógiai elemeket használva is próbáljuk őket megfelelő úton, nem kicsi katonákat próbálunk előállítani, hanem azokat az értékeket, amik a katonasághoz köthető, a katona emberhez, mint személyhez köthető érték, ezeket próbáljuk nekik megmutatni. Ehhez tartozik hozzá az, hogy minden évben, most már 11 esztendeje, Doni emlékmenetet szervezünk például, ahol 200 kilométer gyalogolunk a Doni hősökre emlékezve, és erre ugye ifjakat, gyerekeket is megszólítunk, akik ezen a rendezvényen, ami 8 napig tart ugye a megyében, konkrétan minden településen szembesülnek a II. Világháborús eseményekkel, a Dunkanyar eseményeivel, és mint kézzelfogható történelem tudják ezt megragadni. Laci, hát elfogyott az idő, pedig szerettem volna ezt a sok mindent, amit idehoztatok, itt szépen részletesen elmondjuk, hogy mi micsoda, de hát erre lesz akkor november 29-e és december 13-a egy tökéletes időpont. A Kálai gyűjteményben Ágota, csak egy kérdés, a nyitvatartásotok módosult-e az elmúlt időben? Igen. Most már hétfőn is várjuk a látogatókat, hétfőtől péntekig lehet hozzánk eljönni, most hétvégén már zárva leszünk, viszont várjuk az osztályok, csoportok, iskolások jelentkezését már a hétfői napra is. Így van, és regisztrációhoz kötött. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok. Kedves nézőink, ezen a héten vasárnap, vagyis november 27-én már meggyújthatjuk az első adventi gyertyát. Az ünnepvárás időszakában már megszokhattuk, hogy Nyíregyháza belvárosában adventi forgataggal, karácsonyi programokkal várják az érdeklődőket, így lesz ez az idén is, következzenek a részletek. Az áldott karácsonyt felirat már a Városháza erkélyén van, a faházak is a helyükön, sőt a templom melletti óriás kerék is csak arra vár, hogy elindulhasson. Vasárnap, azaz 27-én már meg kell gyújtani az első adventi gyertyát, és kezdődik a hagyományos ünnepi forgatag Nyíregyháza belvárosában. Idén azonban a megyeszékhelynek is oda kell figyelni a megtakarításra. Az ésszerű takarékossággal 16-23 óráig lesz diszkivilágítás, kicsit szűkebb körben, mint az elmúlt években, és alapvetően a korábbi évek ledes beszerzéseivel, ez egy 80%-kal kevesebb költséget jelent, mint eddig. Ehhez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület támogatására is szükség volt, akiknek nem ez az első hozzájárulásuk a belváros meghitt adventi hangulatához. A Vállalkozók Egyesületnek a nevében is benne van, hogy segíti a városnak a munkáját, és így jött az ötlet, hogy amennyiben ez a karácsonyi forgatag meg lesz rendezve, nagyon fontos, hogy világítást is kapjon, hiszen ez adja meg a hangulatát. Így döntött úgy az elnökség, hogy ezt a támogatást megvalósítjuk a Vállalkozók Nyíregyháza Egyesületnek a pénzéből, de már évek óta támogatjuk a forgatagot, hiszen mint most már látható is kint a téren megérkeztek azok a kis mini fenyőfák, amelyeket éveken keresztül mi támogattunk és adtuk a városnak a forgatakhoz. A 20 darab gyökeres fenyőfát a hagyományoknak megfelelően a nyíregyházi óvodások fogják felöltöztetni, a forgatag végén pedig a saját óvodájukban ültetik majd el. Nem maradhatnak el a kulturális és szórakoztató programok sem a Kossuth téren. Covid előtt 2019-ben már próbálkoztunk azzal, hogy megkerestünk iskolákat, óvodákat, olyan szervezeteket, akik a városban vannak, vagy a kultúrához köthetőek, hogy
hogy ha van kedvük és van műsoruk, akkor adjanak a Kossuth téren, és ebben az évben is a 2019-es műsor olyan szempontból megismétlődik, hogy kettő vasárnapig mindig van valami a Kossuth téren, mindig vannak fellépők, iskolások, óvodások, színészeink jönnek és énekelnek, adnak különböző műsorokat. Változtattunk viszont az adventi gyertyagyújtásoknak a menetén az egyházak azt kérték, hogy külön-külön tarthassák meg azokat, és éppen ezért az Evangélikus Egyház kezd nyilván egy imával, és utána az ő kebelükbe tartozó gyerekeknek a műsorát is ők fogják adni, és ez így lesz ezután, reméljük még hosszú ideig Nyíregyházán, hogy minden egyes adventi vasárnap külön-külön egyház fogja adni a műsort, és külön-külön egyház celebrál. Úgyhogy megteszünk mindent a játékok tekintetében is, az itt lévő árusok tekintetében is, hogy minél változatosabb legyen. Mentől kezdve már csak az embereken múlik az, hogy jól akarják-e magukat érezni ebben a 4 hetes adventi időszakban itt Nyíregyházán, a Kossuth téren. Remélem, hogy igen. Hagyománya van már a nyíregyházi Mikulásnak is, hogy ott egy kis faházban várja a gyerkőcöket, ez idén hogy alakul? Mikulás bácsi most is megérkezik Nyíregyházára, és várja a kicsiket, a kicsiknek a kéréseit, remélem mindegyik kicsi, akivel megy a Mikulás bácsi, az nagyon jól viselkedett az elmúlt évben, és december 4-től 11-ig fog Mikulás bácsi itt lenni a kis házban, délután 1 és 7 óra között, úgyhogy várja minden olyan gyermeknek a személyes megjelenését, akik szeretnének vele találkozni. Ugye az már elhangzott, hogy nagyon sok árus, minden eddiginél több árus lesz jelen a téren. Ilyenkor hogyan zajlik nekik a válogatása, hogy tényleg minél színesebb legyen a kínálat? Jelentkezni kell a nyírvévén keresztül, ugye itt komolyan be kell jelenteni egy piacot, tehát van ennek egy ilyen jogi technikai része is, amit meg kellett tenni. Azt azért vállalniuk kell, hogy azért a 4 hétben itt vannak, tehát nem csak valamit kibérelnek, és akkor utána az zárt faházakkal találkozik mindenki. Meg gondolom, aki most idejön, azért csak bekalkulálja azt, hogy azért ez 4 hétig tart, és azért az emberek jönnek, mennek már valamikor délelőtt is, valamikor kora délutántól. Úgyhogy ez így működik. Megnézzük, hogy mik van, kik jelentkeznek. Adunk helyet azoknak is, akik termelők nyilvánvalóan, akik kézművesek, hogy az arányt megpróbáljuk megtartani. És már csak egy gondolat a szilveszterről. Most nem lesz nagy műsor. Mi az, amit idén kapnak a nyíregyháziak? Hát azt a lehetőséget szerettük volna megteremteni, hogy szilveszterkor, pontosan éjfélkor nem kapcsoljuk le a világítást. Ugyanis itt Nyíregyházán van egy nagyon régi hagyomány, amikor az emberek éjfélkor feljönnek ide egymással kocintani. Ezt megtették akkor is egyébként már, amikor nem volt műsor a Kossuth téren, mert volt ilyen alkalom, és az emberek ide kijönnek, és ezt nem szerettük volna, hogyha pontosan éjfélkor, amikor visszaszámolják a nulláig az új évet, és belépünk az új évbe, akkor a Nyíregyháza fényei lekapcsolódnak, éppen ezért tovább maradnak a fények, hogy aki még itt akar, az tudjon szórakozni, az árusoknak egy része biztos, hogy nyitva lesz szilveszter éjjelén, úgyhogy érdemes kijönni, és itt köszönteni az új esztendőt. Többek között a sünök védelmére is felhívja a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Orbán Zoltánnal, az egyesület szóvivőjével láthatnak egy beszélgetést. Vigyázzunk a sünökre! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy a lombhullási időszak a sünök téli álomra húzódásának ideje is egyben. Ilyenkor mi is sokat tehetünk az apró állatok biztonságos átteleléséért. A sünök alapvetően gerinctelenekkel táplálkoznak, férgekkel, puhatestűekkel, ízeltlábúakkal. Ezek valamennyi gyümölcsöt is esznek, mondjuk május-június környékén, amikor a cseresznye érik, a bogyósok, illetve őszi időszakban, de alapvetően az ő táplálékuk nem hozzáférhető a téli időszakban. Ilyenkor az állatok kétféle stratégiát tudnak alkalmazni, elvonulnak, vagy pedig téli álomra húzódnak. A sün nagyon rosszul repül, ezért inkább a téli álom mellett döntött. Ugye a sün alapvetően a erdős, bokros tájakról származik, ahol mindig rendelkezésére állt hullott lomb, és ez alá húzódik be. Aktívan egyébként ennek a hullott lombnak a vastagságát ő
levélgyűjtéssel és odahordással tudja is nevelni. A sünök túlélési esélye a lakott területeken nagyban összefügg a zöld hulladék kezelésének kérdésével, hiszen zöld hulladék nélkül téli búvóhelyet sem találnak. A probléma az, hogy elszállítunk kényszeresen minden lehullott lombot a parkokból, a kertekből, ami óriási gond, nem is elsősorban és nem kizárólag a sünöknek, hanem magának a talajnak, a növényeknek, a fáknak, bokroknak, hiszen a lehullott lomb elbomlásával tápanyag visszatáplálás történik a talajba. Tehát, hogy mit érdemes csinálni, két irányba érdemes gondolkodni. Egyrészt, hogyha ezeket a feldepózott elszállításra váló lombhalmokat felszámolják mondjuk november vége, december eleje, közepe környékén, akkor mindig óvatosan kell eljárni, arra kell gondolni, hogy ezek alatt már sün, vagy akár sünök is telelhetnek. Ha találunk egy telelő állatot, akkor ott a közelbe tegyük egy bokor alá, és jó vastagon, legalább derék vastagságban, magasságban halmozzunk rá lombot. De még jobb lenne, hogyha megváltoztatnánk a közpark, illetve a kertgondozási szokásainkat. Ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, és sokkal kevesebb környezetszennyező, mondjuk gázolajat kéne elpöfögni a lomb elszállítással. Mit lehet tenni? Hát eleve a bokrok alatt ne is húzzuk össze a lombot. Mert ez például a nálunk telelő, itthon maradó vagy hozzánk érkező, például fekete rigók számára ideális táplálkozó területet jelent. Illetve a hullott lomb lehető legnagyobb részét, vagy akár teljes egészét halmozzuk a bokrok közé, ahol nem fújja el a szél, ahol nincs szem előtt, és egyébként egy körülbelül mellmagasságú lombhalom az néhány hét alatt felére, harmadára fog összetöppedni, és hogyha folyamatosan ide gyűjtjük a lombot, nyári időszakban ide lehet szórni a lekaszált, lenyírt fű egy jelentős részét, vagy akár egészét, akkor ezt a környéken élő telelésre húzódó állatok, a sünök mellett mondjuk a békák, a gyíkok, rovarok köztük nagyon sok beporzó rovar is tudná használni. Fontos az is a szakemberek szerint, hogy ne avatkozzunk bele a sünök természetes szelekciójába. Kirakják a Facebookra, hogy egy sün, egy fiatal sünnek, egy azévi sünnek ennyi és ennyi gramra kell felhízni a nyár végére, ősz elejére, hogy túl tudja élni a telet. Ha ennél kisebb súlyú sünt találunk, akkor azt mentsük meg. Vigyük be az átkerül, vagy otthon teleltessük át. Ez szigorúan tilos. Egyrészt, mert védett állatról van szó, másrészt pedig azért, mert ezzel a sün állományt veszélyeztetjük. Ugye a sün egy szuper állat, szuper élőlény, gyakorlatilag a lakott területen nincs természetes állomány szintű ragadozója. Sőt, a vadonban sincs a sün állománynak állomány szintű ragadozója. Az ilyen állatok gyakorlatilag ragadozó hiányában túlszaporodnának. Ezt a természet úgy szokta megoldani, hogy például élősködőkkel, betegségekkel, illetve egyéb környezeti hatásokkal tartja őket szinten. Például az egyik ilyen nagy választóvonal a sünök esetében, nagy próbatétel a telelés. Tehát az a sünkölyök, ami nyáron megszületve nem tud felhízni őszre, az alapvetően nem alkalmas a túlélésre, az ilyennek el is kell pusztulni. Hogyha mi ezeket megmentjük idézőjelbe, és utána tavasszal elengedjük, akkor a sün állomány, az a helyi populációnak a genetikai állományát tesszük tönkre, hígítjuk fel, tehát semmiképpen ne avatkozunk így be az életükbe, mert ezzel biztosan csak rosszat teszünk. Bemutatták a Móricz Zsigmond Színház művész stúdiójában a Kukucs című gyerekeknek szóló előadást. A darabot Pregice Fruzsina rendezte, a főszereplő Tart Dániel játékát Olajos Gábor gitárművész kíséri. A Kukucs című színdarab szövegkönyvét a darab rendezője Pregice Fruzsina színművész állította össze, akinek egy éven belül ez a második gyermek darabja rendezőként. Ahogy a Jászai Mari díjas és érdemes művész fogalmazott, nem a rendezés iránti vonzalom mozgatta elsősorban, hanem az a vágy, hogy kollégáit láthassa, mint ezeket az érzéseket és gondolatokat közvetítik a gyermekek felé. Danit, a főhőst, Tart Dániel színművész alakítja, akinek pályáján ez az első olyan darab, amelyben színész partnerek nélkül kell meghódítani a közönséget. Ez teljesen más koncentrációt igényel, én álmomban nem gondoltam volna, hogy ez ennyi energiába kerül. De
nem bánom egyáltalán ezt a részét, mert nagyon sokat visszakapok a gyerekektől. Tehát, hogyha nehezen kelek reggel, és nehezen jövök be, és nehezen, akkor eltelik 45 perc, és az első előadás után, hogyha dupla van, akkor biztos, hogy tele vagyok energiával és akarással. Vannak olyan csoportok, akik tágra nyitott szemekkel, és mondják velem a mondókákat, verseket, amiket felismernek, mert nyilván ezt tanítják nekik az óvodába. Nekem édesanyám óvónő, és tőle én ezeket hallottam, tehát nekem nem volt újdonság, nem belezuhantam ebbe. Viszont eleinte, megmondom őszintén, zavart az kicsit, hogy nem volt egy kerek történet. Tehát nekünk ezt úgy kellett összefüzögetni, mikor, hogyan, hogy ez egy kerek történet legyen, holott nem az. Tehát nagyon sok versike, mondóka van, de végül is nagyon jól össze tudtuk fűzni találós kérdésekkel, apró játékokkal, az én bolondságaimmal, a Fruzsinának a hozzáértésével, szóval szerintem egy nagyon értékes 45 perc született ebből. Ott álltam, és ott van ez a kis emelkedő, és ugye a sötétben nem látok, onnan kukucskálok ki, és éppen, hogy leléptem, és rosszul léptem arra a kis emelkedőre, és így valószínűleg kicsit kiment, vagy megficamodott a bokám, de igazából nem volt nagy probléma, nem volt nagy a baj, inkább az volt baj utána, hogy két előadást lenyomtam így. És hát ebben dobogás van, meg minden, és akkor azért kellett menni a balesetére. De egy húzódás volt, szóval nem volt vészes abszolút. Volt egy-két visszajelzés, hogy van, amikor határon mozog, és most ahogy mennek az előadások, akkor ezt így szépen rakosgatom helyre, hogy milyen az, amikor emberi hangon szólalok meg, tehát azt is ugyanúgy veszik, sőt, egy olyan figyelmet sugároznak olyankor, amikor partnerként vannak kezelve, és nem gyerekként. És ez nagyon fontos, és ezt még most hangolgatom. Nehéz dolog, amikor sérülés vagy ilyesmi van. Most volt egy ilyen eset a délelőtti előadáson. Mackó ugorjál, és a gyerekek ugrálnak, és fölállnak, és sajnos tehát eleinte a helyükön ugrálnak, és az nagyon veszélyes, mert ilyen lépcsőzetes a nézőtér. És a kislány elesett, és beütött itt a bordája körül. És ott egy nagy kérdés volt, hogy most mit csináljak, mert az óvónénik és mindenki lefagyott, és nem tudom. És azt láttam jónak, hogy odamentem, és megöleltem, és hál' Istennek kijött ebből a sírásból. És akkor behoztam a térbe, táncoltunk, és utána jól érezte magát, szóval nehéz. Ez egyébként tényleg nehéz, mert ott tényleg elbillenhetett volna a másik oldal. Van egy segítséged még a mondókák szerzői, a fény, és hát egyéb ilyen eszközök mellett ugye van egy társad, aki muzsikus ugyan, de mégis színészként is, vagy ahogy ő fogalmazott, kaszkadőrként is jelen van. Mi áll a ti kapcsolatotok itt az előadásban? Én azt érzem, hogy az előadás elején, amikor kijön és csak ő kommunikál a gyerekekkel, akkor mindig egy ilyen szeretett gombócot érzek, és fel akarok menni a színpadra. És nagyon jól esik az, amikor azt mondja Gábor, hogy figyeljetek, mert mindjárt jön a barátom. És ez szerintem egy nagyon szép dolog, és tényleg az van, hogy egymásra vagyunk hangolva, és figyelünk. Például ma reggel mondtam neki, hogy Gábor, nagyon fáradt vagyok, hogyha baj van, akkor és tudom, hogy figyel is, és teljes vászélessége ott van mögöttem. Olajos Gábor gitárművész nem először dolgozik olyan darabban, amelyet Pregicer Fruzsina rendezett. Tavaly az Alszanak a halak című monodrámában működött közre hangszereivel, és úgy érzi a mostani Kukucs című előadás, mintha a tavalyi komolyságot ellensúlyozná azzal, hogy ennyi lehetőséget ad a vidámságra. Olajos Gábor számos zenekari formációban szerepel a színház falain kívül, és a gyermekzene mindig is közel állt a szívéhez. Valahogy a gyerekzene és egyáltalán a mondókázás, a versek világa, a gyerekversek, bár nem is biztos, hogy külön választanám, egyáltalán az a játékosság, ami a versekben van, az engem gyerekkoromtól fogva nem ereszt, és ezt egyáltalán nem bánom, és ezt azért szeretem csinálni felnőttként is, így kapcsolatban maradva, azokban a világokban benne maradva, amiket akár óvodásként megéltem. És ezért nagyon örülök neki, amikor ezt akár színpadi keretek között is játszhatom. Ez azért nagyon érdekes, mert a koncerten folyamatosan számíthatsz arra, hogy visszajelzéseket kapsz. És itt a színházban pedig azért legjobb esetben az az ideális, hogyha elég kiszámíthatóak a dolgok, tehát hogy fel vagyunk készülve minden esetőségre. Most a gyerekközönség esetén viszont nem mindig működik ez, tehát nem lehet mindenre felkészülni, és ezért ez egy nagyon izgalmas, hogy a színház által megkövetelt dolog, hogy
hogy azért minden kiszámítható legyen, de közben meg fel kell készülni arra is, amire nem lehet. És hát nagyon sok ilyen élményről lehetne mesélni, talán Dani említett is egy párat, és ez valóban így van, hogy nem mindig, tehát hogy minden közösség más, alapból is, de a gyerekekre vonatkoztatva ez pedig még inkább hatványozottan igaz. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek halljanak akusztikus hangszereket. Már akinek nincs túlságosan sok lehetősége erre, de alapból is az a tapasztalatunk, hogy azért a gyerekek ezekre a hangszerekre nagyon jól reagálnak. Másrésztről viszont a praktikum is az oka ennek, hogy ezeket a hangszereket választottuk, hiszen mondjuk egy gitárral nagyon-nagyon sok színűen lehet muzsikálni, és nagyon sokféle hangulatot ki lehet fejezni. A maga a zenei anyag, ami szerepel az előadásban, azok elég sokrétű, vannak népdalfeldolgozások is, vannak populáris zenéknek az elemei. Igazából az a fő törekvés, hogy ez egy vidám hangulatú, és lehetőleg minél ritmikusabb zene legyen. Vannak saját dalok is, vannak mesefilm részletek, mondókák, és hát nagyon sok improvizáció is. Kollégáim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Most vasárnap ne felejtsék el meggyújtani az első adventi gyertyát. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!